Nyereségvágyból elkövetett emberölés, beismertetett itt a mezőkeresgyilkos. Ismét tollraktár égett le Szarvason, áprilisban ugyanez a cég szenvedett hasonló kárt. Tűzvizsgálati eljárás indul. Újabb érkező és távozó a BRS-nél. Tálas Zsuzsi visszatér, Barbora Kosekova távozik. Jó estét kívánok! Önök a Hitpont TV híradóját látják. Elkezdődött az úgynevezett mezőkeresgyilkosság tárgyalása hétfőn Gyulán. Több mint két évtizede történt gyilkosság Békés Csabán, amelyben a vád szerint egy férfi lelőtte az egyik helyi raktár áruház társtulajdonosát, majd közel 2,5 millió forintot vitt el a helyszínről. A feltételezett elkövető beismerő vallomást tett a gyulai törvényszéken, és részletesen beszámolt az eseményekről. A vádirati tényállás ismertetésével kezdődött hétfőn a mezőkeresgyilkosságként elhíresült ügy tárgyalása a gyulai törvényszéken. A Békés megyei rendőrfőkapitányság áprilisban hozta nyilvánosságra, hogy 21 év után előkerült a bűncselekmény lehetséges elkövetője. A raktárban volt egy irodahelyiség, amelyben padlószőnyeggel takart, betonvágyazott páncélszekrény volt elhelyezve, és a készpénz tárolására még egy szekrény sorban lévő lemezszekrényt is használtak, amelyet a sértetlen, mint raktárvezetőnek és helyettesének volt kulcsa. Ebben a lemezszekrényben az elkövetés idején 2.483.817 forint volt elhelyezve. A megyei főügyészség ügyésze hozzátette, a feltételezett tettest nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt ítélhetik el. Az 51 éves vádlott a vallomásában elmondta, hogy egy a raktáráruházban dolgozó ismerősétől tudott az ott zajló nagy pénzmozgásról, és arról, hogy kit kell keresni. A vádlott elmondása szerint nem akarta bántani a raktáráruház munkatársát. Zsé Róbert végül beismertetettét. Bűnösnek érzi magát a vád tárgyává egy bűncselekmény elkövetésében, mert elkövette. A vádlott kihallgatása után több tanút is meghallgatott a gyulai törvényszék. A tárgyalás szerdán folytatódik. A vádlottat akár életfogytig tartó szabadságvesztésre is elítélhetik. Leégett egy tolbálák a tároló raktárépület Szarvason. A város külterületén a Szentesre vezető út mellett lévő, körülbelül 300 négyzetméteres épület hétfőn reggel 7 óra előtt gyulladt ki. A szarvasi és orosházi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Személyi sérülés nem történt, a tűz és a füst lakóházakat sem veszélyeztetett. Az anyagi kár azonban jelentős, az épület hátsó fala kidőlt, a palatető nagy részben beszakadt. Az eset körülményeinek tisztázására tűzvizsgálati eljárás indult. Áprilisban ugyanennek a cégnek egy másik raktárépülete is kigyulladt a belvárosban, az Ady Endre utcában. A raktár mellett mély családok is élnek, elképzelhető, hogy ezek tulajdonosa a történtek után új helyszínt kell, hogy keressen a kaptároknak, mert az épület veszélyessé vált. Mindig legyen elérhető a szülő és gyermek egymásnak. Ez is szerepel azok között a tanácsok között, amelyekkel a rendőrség igyekszik ellátni a családokat. Hogy mi mindenre kell még odafigyelni a nyári szünet alatt, arról a rendőrség munkatársai pénteken tájékoztattak kicsiket és nagyokat. Körbenézve szabályosan, felnőtt kísérettel. Az egyik Békés Csabai óvoda növendékei már néhány héttel ezelőtt is tudták, hogyan kell átkelni az úttesten. A rendőrség munkatársai szerint fontos, hogy a gyerekek szünidőben is betartsák a szabályokat. A szakemberek szerint érdemes átbeszélni az óvodásokkal és kisiskolásokkal azt, hogy mire kell odafigyelni nyáron. Legfőképpen a közlekedésre, meg az otthon megbeszélni a szülőkkel, hogy miket bírunk megcsinálni, meg hogy nem nyitunk másoknak ajtót például. A szakemberek szerint a szülői példamutatásnak is a szabályok ismeretének kiemelt fontossága van. De annak is, hogy a felnőttek legyenek sokkal körültekintőbbek a játszóterek és parkok környékén.
akár egy kiguruló labdát látnak az útesten, számítani kell arra, hogy egy kisgyermek fog utána futni. Úgy tűnik, hogy minduntalan ismételjük a passzív biztonsági eszközök használatának kötelezettségét. Azonban most is szeretném felhívni a figyelmet, hogyha 150 cm-nél alacsonyabb gyermeknél kötelező a gyermekbiztonsági rendszer használata, illetve 3 évnél fiatalabb gyermekek esetében is. Egy gyermek nem csak baleset, hanem bűncselekmény áldozatává is válhat. Éppen ezért a rendőrség azt tanácsolja, hogy a szülők és a gyermekek mindig legyenek elérhetőek egymásnak. Én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a szülő tudja, hogy kivel tartózkodik a fiatal, illetve elérhető legyen a szülő a gyermek számára, vagy a gyermek a szülő számára. Ezek olyan alapvető dolgok, amelyek a biztonságunkat szolgálják, a segítségkérés lehetőségét szolgálják, és én azt gondolom, hogy ezek mind az amellett szólnak, hogy a biztonságunkat tudjuk őrizni. Azt is érdemes átgondolni, hogy mennyi pénzre lehet szüksége a gyerekeknek. Lehetőleg csak annyit vigyenek magukkal, amennyit el is költenek. De fontos, hogy a szülők arra is kérjék meg a kicsiket, hogy a telefonjukat vagy a táskájukat sehol ne hagyják őrizetlenül, még rövid időre sem. Június közepe az általános iskolai ballagások időszaka. A lencsési iskolától ebben a tanévben 87 diák búcsúzott el. Közülük nagyon sokan kimagasló tanulmányi és sporteredményeket értek el. Az intézmény büszkélkedhet olyan ballagóval is, aki országos csúcsot döntött a diákolimpián. Ákos, Ilyenek voltunk című dalára ballagtak a diákok a lencsési általános iskolában, de ebben az intézményben a hagyományos ceremónia után. Egy egyedi különlegességgel is készültek a végzősöknek. A legkisebbek, az iskola első osztályos tanulói csengettyűkkel búcsúztatták a nyolcadikosokat. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozd hívem. Rengeteg élményt hagy maga mögött, ezzel a 8 évvel is egy kicsit minden tanulót magáénak érez, árulta el az iskola igazgatója, aki 2 osztályt is tanított. Kiemelkedő eredmények születtek ehhez az évfolyamhoz kapcsolódóan, és elmondhatjuk, hogy most már az elmúlt években azért ez úgy egy megszokott dolog a tanulóinktól. Vannak, akik tényleg erőn felül, átlagon felül kiemelkedően dolgoznak, és nagyon kevesen vannak azok a gyerekek, akik annyira nem igyekeznek. Úgy gondolom, az a legfontosabb, hogy mindenki önmagához mérten nyújtsa azt a teljesítményt, azt a maximumot, ami számára elérhető. A 8. C osztályfőnök elmondta, ez egy összetartó csapat volt, amelyet igazi egyéniségek alkottak. Ilyenkor egy osztályfőnök megtépázott, mert kitépik a lelkemet, elviszik magukkal, és aztán itt marad az ember egyedül, ahogy énekelték is, hogy ott állsz egyedül, falevéladom, tehát én körülbelül így érzem magam. A legjobb tanulók és sportolók is kettős érzésekkel búcsúztak az intézménytől. Mindig megdicsért, kaptam nagyon sok ajándékos, sok dicséretet, minden tanár nagyon kedves velem, meg ilyenek, igen, és az osztálytársaim is. És közben persze nagyon szomorú is, hogy sok osztálytársam, soha többet nem látom, de megpróbáljuk tartani a kapcsolatot természetesen, de attól még boldog is vagyok, hogy új iskolába mehetek. A kiemelkedő teljesítménynyújtó diákokat nem csak az iskola jutalmazta. A Lencsésiért Kulturális és Sportegyesület dr. Ferenci Attila tanácsnok és Tímárella önkormányzati képviselő közreműködésével nagyértékű, tanulás segítő számítástechnikai eszközöket is ajándékozott a fiataloknak. A 89. ünnepi könyvhét Békés Csabai záró programja idén is a könyvhét záró irodalmi délután volt. Az eseményt ezúttal is a Bárka, a Békés megyei könyvtár és a Körös Irodalmi Társaság közösen szervezte a Szlovák Tájház udvarán. Az eseményen a Bárka legújabb száma került a középpontba a szerzők közreműködésével, majd 8 Békés megyei szerző kapott lehetőséget, hogy bemutassa friss kötetét. A közönség is várja, és a friss kötetes szerzők is mindig számon tartják, és nagyon örülnek annak, hogy itt megjelenhet a könyv, szó lehet róla, és egyáltalán beszélgethetnek, és egyúttal élővé válhat a könyvük a Békés megyei piacon.
Minden évben ezen a rendezvényen adják át a Körösök Gyöngye díjat, amelyet 2018-ban Csillag Tamás első kötetes költő vehetett át. Nekem mindig nehéz erről beszélni, mert a versek ugye belső gondolatok, és jobb arctalannak maradni, mint kint állni az emberek előtt, ugye, szint vallani. Úgyhogy ez valahol nehéz, nem is szeretek nagyon szerepelni, de ez ezzel jár. De ez örömteli teher persze, mert hogy nem mindig jelenik meg az embernek könyve. Úgyhogy ez jó is, meg büszkeséggel is tölt el, csak van egy kis nehézség benne. Az irodalmi díjat a Körös Irodalmi Társaság elnöksége ítéli oda az arra érdemeseknek. Most egy fiatal pályakezdő alkotó, Csillag Tamás az, akit díjaztunk, mert néhány hónapja jelent meg egy remek verses kötete, ami kiváló indulás az irodalmi pályán, és ezzel is szeretnénk megerősíteni őt az alkotói szándékaiban, hogy értékeljük ezt a kötetet. A Bárka főszerkesztőjeként Elek Tibor elmondta, ezen a délutánon együttesen nagyobb publicitást tudnak biztosítani a Békés megyei szerzők könyveinek, így például a díjazott költő első verses kötetének is. Korosztályos válogatott ütővel, valamint felnőtt válogatott feladóval erősítette keretét a Lina Már Békés Csaba Röplabda Sport Egyesület. Sebestyén Flóra tavaly érkezett Balatonfüredről, és az elmúlt egy évben Nagy Attila edző keze alatt pallérozódott a Bérese utánpótlás csapatában. A Csabai Egyesület vezetése mellett bejelentette, hogy korábbi közönség kedvenc Tála Zsuzsanna is visszatér a csapathoz. A magyar válogatott játékos jó évet zárt Lengyelországban. A magasan jegyzett pontvadászat 6. helyén végzett az újonc együttessel. Ennek hatására számos külföldi ajánlata volt, illetve a magyar élcsapatok szinte mindegyike megkereste. Azonban a feladó a BRS-e mellett döntött. Olvasható a Csabai Egylet közleményében. A klub vezetése azt is bejelentette, hogy Barbora Kosekova egy év után távozik a Viharsaróból. A Békés Csabai strand is csatlakozott a Magyar Úszás napjához, amelyet országosan minden helyszínen egy időpontban rendeztek meg szombaton. Az esemény célja az, hogy közelebb hozza az emberekhez az élsportot és a tömegsportot is. Vízimentő bemutatót is rendeztek Békés Csabán a Magyar Úszás napja alkalmából az Árpád fürdőben. Az esemény egyik célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az úszás fontosságára. Bár Petrovszky Rézi már megfelelő vízbiztonsággal mozog a medencében, mert óvodáskora óta űzi ezt a sportot, mégsem szeret tavakban vagy nyílt vizen úszni. Én azért nem szeretek olyan helyeken úszni, amit nem ismerek, mert ugye nekem azon még ott ismeretlen. A Magyar Úszás napján több olyan gyermek élt a lehetőséggel, aki jelenleg is valamelyik helyi klub tagja. Szeretek vízbe lenni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy hát óvodába elmentünk úszni, és volt egy nagyon kedves tanítónénink, és úgy gondoltam, hogy szeretnék járni. És akkor így kezdtem el úszni. Az ország számos strandja és fürdője ingyenesen várta a látogatókat, akiknek cserébe csupán néhány host kellett leúszniuk a medencékben. Nekem az a tapasztalatom, hogy a szülők, lehet, hogy a pont a tavalyi vizes VB okán, talán egy nagyfokú érdeklődés mutatkozott meg az elmúlt években, mind felénk, mind úgy tudom, hogy az egyéb úszóegyesületek, nem csak itt, hanem Gyulán is, illetve országos szinten ez a tapasztalat, hogy fontos dolognak tartják, illetve egy alapmozgás kultúrának tartják az úszás tudást, hogy esetleg nyáron el tudják a gyerekeket engedni a mesterséges tavakba, úszodákban. A vízilabda csapat edzője hozzátette, az előre úszóklubbal közösen fontosnak tartották, hogy együtt álljanak egy olyan nemes cél mellé, ami népszerűsíti a vízesportokat, mert, mint mondta, a vízbiztonságot adó jó úszástudás akár életeket is menthet. Minden gyereknek meg kell tanulnia úszni úgy, hogy biztosan tud úszni, tehát nem csak az alapmozgás sort megtanulni, hanem több száz métert leúszni. Ez nagyon fontos lenne a szülők nyugalma érdekében is, illetve a testünk edzése szempontjából is, mert a gyerekek nagyon fogékonyak az új mozgásokra, könnyen meg lehet őket tanítani, de rá kell szállni azt a kis időt, hogy ténylegesen stabilan és jól menjen. Ez a Magyar Úszás napjának is a célja.
A hazai szövetség a sportág megkedveltetésén túl versenyzési lehetőséget is biztosított a profiknak. Balatonfüreden 27 ország képviselői mérték össze tudásukat. A döntőig menetelt Valkusz Máté a férfi világranglistán jelenleg 461. helyen jegyzett magyar teniszező a 25 ezer dollár összdíjazású Gyula Openen. A fürdővárosban rendezett nemzetközi teniszverseny döntőjében a korábbi junior világelső magyar játékos a 417. helyen rangsorolt osztrák Lenny Hampellel került szemben vasárnap. A nagyon szoros, kiegyensúlyozott játékot mutató első játszmát Lenny Hampel nyerte 7-6-ra. Ezt követően a második szedben az osztrák játékos 3-0-ás vezetésénél Valkusz Máté sérülés miatt feladta a versenyt. Ennek ellenére a magyar teniszező úgy fogalmazott, hogy élete egyik legjobb hete volt ez a gyulai verseny. Tegnap volt egy nagyon nagy kimerültségi állapotom, tehát amikor a döntőszedben meg tudtam csinálni egy nagy görcsölés közepette, az eszméletlen nagy élmény volt így utólag. Visszagondolva, és hát utána nagyon rosszul lettem, és nem gondoltam volna, hogy már egyáltalán pályára is fogok lépni. Úgyhogy ez nagyon nagy számomra, hogy még ki tudtam állni és megpróbálni ezt. A teniszező hozzátette, nem volt szerencséje, de ha megnyerte volna az első szettet, akkor is feladta volna a döntőt. A profi tornát második alkalommal rendezte meg a Gyulai Tenisz Szabadidő Sportklub. A selejtezőket követően hétfőtől a legjobb 32 teniszező folytatta a küzdelmeket. A versenyszervezőinek főként az időjárással gyűlt meg a baja. Délután 3 óra körül megérkező esőveket nőtt küzdenünk, úgyhogy ezt nagyon sajnáltam, hogy a játéknapot, mert megszűk az időjárás előrejelzést, hogy a játéknapokat nem bírtuk kihúzni, mint tavaly, ugye még 5 óra, 6 órakor is voltak ugye meccsek, és akkor sokan kilátogattak megnézni. Sajnos el kellett kezdenünk 10-től és több pályán játszani a mérkőzéseket, nem csak a center, meg az egyes pályán, és az volt az a baj, hogy sajnos nem tudták annyian élvezni ezt, mint a tavalyi évben. A versenyigazgató hozzátette, a torna egyéni döntőjére vasárnap sokan voltak kíváncsiak, ahol Valkusz Máté a sérülése ellenére is mindent megtett, hogy kiszolgálja a nézőket. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!